Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit ma este Debrecenben. Ahogy ez szokásos, mondjuk el az Óm Nám mantrát, amely az univerzum a maga tisztaságában hétszer egymás után. Oh. Hallottad a hangot, akkor a saját személyes karmád arra a pillanatra nem létezett. A gondolkodásod egy pillanatra elült. A lényeg tapasztalatához nem kell sok. Sőt, inkább még annak az elengedése és megszakítása szükséges, amit még van. Ha a szenvedést tapasztalsz, azt a szenvedést te teremted, az egyén, a pár, a család és a csoport így a társadalom szintjén is. Honnan jön ez a szenvedés? Le kell ásni a mélyére, és ehhez az egyetlen egy eszköz ennek a pillanatnak a tisztasága. Hogy milyen eszközzel teszed ezt a pillanatot tisztába, hogyan varázslod tudatot tükrét ismét csillogóvá működő képessé, az ott dől el, hogy mennyire tudod megtartani. Milyen mértékben lesz a tiéd a következő nap, a következő héten is ugyanaz a szellemi tapasztalás, amiért annyit vagyunk képesek dolgozni. Ha megfelelő eszközökkel éred el a lényeget, akkor meg is tudod tartani, és látod az igazságot is annak a tükrében. Ez a lényeg nem megnevezhető, nem önthető formába, nincs abszolút megjelenése, de mégis mindannyian tapasztalhatjuk. Ezt a lényeget hívjuk buddha természetnek, és még rengeteg más neve és formája van. De akárhogy nevezed, akármennyit gondolkodsz róla, akárhány könyvet olvasol róla, amíg nem tapasztaltad, nem a tiéd. Addig csak tudsz de nem tapasztalsz. Az igazság tehát a lényeg tiszta tükrében jelenik meg. Az égkék, a fűzöld, itt ülünk hetvenen a melegben, és vártok valamit, amely segít rajtatok. Ami kell, az már bőven megvan bennetek. Ami nem kell, az is megvan bennetek. És az en segítségével a tiszta, tükörszerű eredeti tudat elérésével tapasztalod azt, hogy a karmád hogyan jelenik meg, mitől marad és mitől tűnik el. Mi a dualitás, mi az azonosulás, mi a meghaladás. És bizony azt a szerkezetet, amely nem működik helyesen, szét kell szedni. Meg kell nézni, hogy hol van a hibás alkatrész. Kicserélni, kitisztítani, és utána újból összerakni, hogy működjön helyesen. Az igazság tehát csak akkor látható jól, hogyha a lényeget tapasztaljuk. Ha nem, akkor nem látunk a szemünkkel, nem hallunk a fülünkkel, nem érzünk a szívünkkel, és nem gondolkodunk az elménkkel helyesen. Összekeverjük a valóságot az illúziókkal. Összekeverjük magunkat másokkal, és ezért nem tudunk helyesen kapcsolatot teremteni a világgal és más emberekkel. A harmadik pillérje a zennek, a lényeg és az igazság mellett a működés vagy cselekvés. És szükségszerű, hogy ez a három a tanítás szintjén elkülönül. Hogyha csak a használati utasítást olvasnád el, de nem kapcsolnád be a berendezést, akkor megmaradnál egy működésképtelen, de nagyon okos állapotban, hiszen több nyelven elolvastad a használati utasítást. De még nem tettél semmit. Mindenki tudja, hogy nem a térképen megyünk, hanem a tájon megyünk a térkép alapján. Banálisnak tűnő igazság, hogy nem a szakácskönyvet főzzük meg, hanem az ételt. És az étteremben világos, hogy nem a leírásokat olvassuk több évszázadon keresztül, hanem egyszer csak rendelünk, és amit kihoztak, azt megesszük. Az emberiség egy rendkívül érdekes entitás. Sokan megkérdezik, hogy mikor jönnek már a nagy tanítók vissza? Jézus, Budha, Laoce, Maharisi, még több Maharishi, mert több volt belőlük. És azt találom mondani, hogy nem tudom, de az, amit ránk hagytak, az már bőven elég házi feladat. Megcsináltuk? Megoldottuk? Napról napra kitöltjük az élet munkafüzetét, és elégtelent kapunk. Jó, hogyha egy kicsi intim környezetben, mint a családod, a párod, megbízható barátaid, úgy tudsz cselekedni, úgy tudsz beszélni, azt érezheted és éreztetheted, gondolhatod és gondoltathatod, amiben tényleg hiszel. És nem érzed azt, hogy elvtelen kompromisszumokat kell kötni azért, hogy a hétvégén vagy a hó végén ott legyen a csekk a kezedben, vagy a számládon az összeg. Tehát mi, mint emberiség... Mindent tudunk ahhoz, hogy a szenvedést eltöröljük és boldogan éljünk. Vagy magasabb szinten a szenvedést fölhasználjuk és áttranszformáljuk, és ezáltal boldogan éljünk. A nagy tanítók minden olyan hagyományt és használati utasítást ránk hagytak, amelyeket, ha követünk, akkor bizony lehetséges ezen a Földön harmonikusan, boldogan, egymást tiszteletében, környezetünket megtartva, fejlesztve. Élni és meghalni. És mégsem ezt tapasztaljuk. Tehát tudjuk, és nem tesszük. És ezért semmi másra nincs szükség, mint a már meglévő tudást kicsit kamatoztatni, kicsit magunkban nézni, és meglátni azt, hogy valójában mi emberek, mik vagyunk, miből vagyunk összerakva, mi a lényegünk, látjuk-e az igazságot helyesen. És cselekszünk, beszélünk-e helyesen? A zen, illetve bármely lényegi realizációs praxis nem nehéz. Egy tanító kell hozzá, egy tanítás kell hozzá, és egy gyakorlói csoport kell hozzá. A mi hagyományunkban ez a buddha, a darma és a szanga. És bizony lehetséges a helyes karma joga, az élet folyamatainak uralása, kellő tisztánlátás és összeszedettség esetén. Képzeld el, hogy beülsz az autódba, és felmész az M35-ös autópályára Budapest felé. Valahol ugyanezen az autópálya szakaszon ül egy teljesen megvilágosodott Buddha egy másik kocsiban, és vezet. Ez a budha tökéletesen látja az M35-ös és az M3-as teljes szakaszát, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen és Budapest között az összes sávot, az összes járművet pontosan tudja, hogy Józsi, a teherautóvezető az asszódi elágazásnál mit szeretne, és hogy ki fog a bizonyos benzinkútnál leállni. Mindent érzékel, mindent lát, tudat teljesen élet és halál fölötti, és bentül az autóban a családjával, és megy Pestre, hogy egy koncertet meghallgassanak. Ez a buddha betartja a szabályokat, követési távolságig, mindent. Ugyanezen az autópályán vagy te. Te is betartod a követési távolságot, a megfelelő sebességet, és aki kívülről megnézi ezt, az nem fog különbséget látni a buddha és te közötted. Mert mind a ketten helyesen vezettek az autópályán. Lehúzottok jobbra, hogyha nem előztök éppen valakit, senki nem ragad a bal sávban, még véletlenül sem, az meg sem fordul a fejedben, hogy jobbról előzzél, mert veszélyes, szabálytalan és különben is, méltatlan. Rex richtig, danke partner, ahogy ezt láttad az osztrák és német autópályákon, ami azt jelenti, hogy mi tanítható lények vagyunk, tudunk tanulni. Nem az a kérdés, hogy milyen újabb, különleges tanítást tudsz ma este meghallgatni, hanem az, hogy amit már tudsz, amit már ismersz, azt tudod-e cselekvésre váltani. Mindannyiunkban van egy belső iránytű. Képzeld ezt el a saját döntésed 360 fokos tányérjának, ahol minden egyes fok gyönyörű következményekre rámutat. Mennyit látsz ezekből? Ez a kérdés. Hogyan tudsz helyesen irányt venni? Szunkszán Zenmester azt mondta, az irányvétel a legfontosabb. Tehát milyen szándékkal, milyen motivációval, milyen jövőképpel vagy célképzettel dolgozol, ezek csak akkor nyilvánvalóak, hogyha a saját léted, a saját identitásod is nyilvánvaló. Aki nem ismeri önmagát, az a múltnak, a jelennek és a jövőnek a rabja. Azt hiszi, hogy rajta kívül létezik. Azt hiszi, hogy ezek determinálják, de ha megismered önmagad, és rá a lényegre, a kimondhatatlan, de tapasztalható lényegünkre, akkor felfogod, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. A lényeg, az igazság és a működés, három műszó. Valójában az itt és a most metszőpontjában ez a három nem különül el. A módszer, a tanítás kedvéért viszont el kell különítenünk, ezért halljátok most három külön kifejezésként és fejezetként. Hogyha ez a pillanat tiszta, akkor a helyzet felismerésed is tiszta, a kapcsolatteremtésed is tiszta, és a működésed, cselekvésed is tiszta. Honnan tudod, hogy az? Eléred a kívánt célt. Boldogan, harmonikusan, szeretetben, együttérzéssel és bölcsességgel tud élni, és akkor eltűnik a különbség a kocsiban ülő butha és bothiszatva, illetve a normális, szabályokat követő állampolgár között. És erre van szükség. A múltban nagyon sok olyan nagy tanító létezett, akiknek a tanítását a mai napig szeretnénk követni, de nem tudjuk. Kis részben tudjuk. De teljesen nem. Én azt érzem, hogy most az emberiség olyan periódusban van, hogy egy olyan tanításra lenne szükség, amelyet 8 milliárd ember ezen a héten el tud sajátítani. Pillanatok alatt az övé lehet, egyszerűségében, tisztaságában és mélységében, és cselekvéssé tudod változtatni. Miért? Kezdünk kifutni az időből és leszögezzem, hogy most semmiféle proféciát nem hallasz. Nem az én kenyerem, nem értek hozzá. De az okozatiság látásával már azért több, mint egy Szaturnus ciklus a foglalkozom, és itt az irányok és a görbék, a trendek és a többségi mozgás nem jó irányba mutat. Nagyon kevés időnk maradt arra, hogy pályakorrekcióval elkerüljük azt a fajta szenvedésteli életet, amelyet az elkövetkezendő pár évtizedben tapasztalhatunk, hogyha most, mint emberiség nem térünk észhez. Sietek leszögezni, hogy mivel ezt a világot ebben a mi voltában nem mi kezdtük, ezért nem is fogjuk befejezni. Nincs világvége, tessék felfogni. Viszont az életkörülményeink, az életminőségünk, az egymáshoz való viszonyunk, a földi életünk, nagyon-nagyon komoly szélső értékek között változik. Nézd meg a háború és a béke időszakait. Nézd meg a nagy birodalmakat és az interregnumokat. Tehát elképesztően jól is lehet élni ezen a földön, és elképesztően rosszul is lehet élni ezen a földön, ahogy fantasztikus boldogságot, szeretetet, és a másik végén szenvedés, számkivetettséget, szegénységet, éhezést és borzalmakat is meg lehet tapasztalni ezen a földön. És hogyha van valami, amit Ideje lenne elsajátítanunk az az, hogy nem róhatjuk a felelősséget másra. Ezt a világot egymásnak teremtjük. Az elménkkel, a testünkkel, de legfőképp a tudatunkkal, azzal a tudatossággal, amely vagy tisztában van önmagával, vagy sem, vagy látja az igazságot, vagy sem, vagy helyesen működik, vagy sem. És a karma megmutatja, hogy pontosan mit csináltál. Az ok és okozat kérlelhetetlen, mert nem személyes, de rendkívül intelligens. Ezért a természet és az univerzum szerencsére véleményfüggetlen. Képzeld el, hogyha a klorofil tömeg hatásra, szavazati többségre döntené el, hogy most lesz zöld levél, vagy nem lesz zöld levél. Hát szavazzunk. Az nem így megy. Képzeld el, hogyha a vízmolekulák egy adott télen megszűnnének megfagyni 0 és mínusz 4 fok között, és akkor szépen fagy, 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 ahogy a hőmérséklet lecsökken. A víz szakszervezet bejelentette, hogy mínusz 10 fokig ők most nem fagynak. Majd, hogyha az emberiség megszűnik szennyezni a vizeket, majd akkor fagynak. Képzeld el, hogyha ilyen intelligens, személyes és interaktív lenne a természet, nem sok maradna belőlünk úgy, hogy csak magunk ellen viselünk háborút. Játssz el a gondolattal, hogy ha most így cselekszünk, és ezek a görbék, amiket olvasol, látsz, tapasztalsz, és magadban nagyon jól kimatekozhatsz, ha ezek az elkövetkezendő negyed évszázadban így folytatódnak, milyen világot hagyunk a gyerekeinkre és az unokáinkra? És itt kell ezt megfogni, hogy amellett, hogy van egy biztosnak látszó állásod, egy szerető családod, jó kapcsolataid, úgy, mint emberiség mi lesz velünk. Tedd föl nyugodtan a kérdést, és ne higgyél el semmit a különböző írásokból, mert nem ott van a lényeg. A lényeg benned van. A lényeg bennünk van. Az igazságot csak mi láthatjuk. A teremtés, megtartás, tisztítás vagy pusztítás művét csak mi valósíthatjuk meg. Nehogy azt hidd, hogy rajtunk kívül ezt bárki, bármi irányítja. A föld élet egyik legnagyobb tanulsága az, hogy nem panaszkodhatsz érvényesen senkire. Nem hivatkozhatsz másra, mint az elkövetőre. Egyszerre vagyunk elkövető és áldozat. Ez a föld olyan, ami ennél tesszük. Olyan vagy, amilyenni engeded magad válni. Úgyhogy ideje egy kicsikét birtokba venni azt a karmát, amelyet egyéni, páros, családi és csoportos szinten tapasztalunk. És ez a birtokba vétel ez azt jelenti, hogy végre mered tapasztalni a szabadságodat és a felelősségedet egyaránt. Tehát rajtunk kívül nincs probléma, de rajtunk kívül megoldás sincs. A látható és a láthatatlan pontosan ugyanolyan törvények szerint működik. Tehát van érzékszer fölötti világ. Van olyan, amit csak transzcendens gyakorlattal tapasztalhatsz. De ha ténylegesen a mélyére látsz, akkor azt is látod, hogy a törvény nem különbözik a láthatóban és a láthatatlanban. Nincs két darma, egy darma van. Csak az egyik a testhez kötött életdarmája, a másik pedig a testen túli vagy a nem testesült életdarmája, és a kettő közti átmenet a születés és a halál a két rövid és a két hosszú köztes létfázistól ne félj. Járjuk az utunkat egyszerre a lineáris időben, és egyszerre a ciklikus időben, attól függ, hogy honnan nézed. Félnivalód annyiban van, és ezt érzed, amennyiben akadály van a lelkedben. Amennyiben nem látsz tisztán, nem ismered önmagad, és így a másik embert sem. A világodat sem. Ha félsz, akkor valamit nem oldottál meg. Az az akadály úgy működik, mint a csomó a testában, és szépen el kell tudni keverni a többivel ahhoz, hogy az élet egy más élmény legyen, mint a puszta kényszerek, a félelmek és a remények összessége. Az EN tehát ebben nyújt segítséget, mert az út rendkívül egyszerű, akármilyen előkészítési fázisban gondolkodsz, már most készen vagy a gyakorlatra. Miért? Mert ki tudtad mondani azt, hogy én. Mert épp érzékszervekkel és gondolkodással és működő testtel vagy itt. Ha ki tudtad mondani azt, hogy én, akkor meg is tudod haladni az ént. Ha már annyit látsz, ami saját magad, akkor azt is látod, ami nem te vagy. Ha a dualitásokat tapasztalod, akkor azt is tapasztalhatod, ahonnan a dualitások jönnek és ahova mennek. Tehát ha megláttad a lovat, akkor fel is tudsz rá ülni, és meg is tanulhatsz lovagolni. Ha nem, akkor extrém esetben eltapos a ló. Ez a saját életed és a halálod. Nem kell a sorsnak alárendelt helyzetben lennünk. A sorsod nem más, mint az átlátatlan karmád. Amennyiben átlátod a karmádat, és a szabadságod és felelősséged tudatában birtokba veszed, Annyiban van utad, mert a tudatodnak van teret tisztán látni és helyesen dönteni. Ha úgy érzed, hogy nincs választási lehetőséged, akkor leszűkült a tudatod eseményhorizontja. Akkor van sorsod. Ha megtartod a választási lehetőségedet mind gondolatban, érzelemben, beszédben és cselekedetben, akkor van utad. Tudatosságod mértékében tudod azt helyesen járni. És most, te rövid intermedzót felhasználva, szeretnék arra lelkesíteni mindenkit, hogy a spontán megjelenő vagy bekészített kérdéseiteket tegyétek fel. Hogyha rálátok a családom karmájára, akkor van arra lehetőségem, hogy a leendő saját megszületendő gyerekeim, vagy az örökbefogadott gyerekek ezt ne kapják meg? Csak így van lehetőséged rá. A családi karma meglátása nélkül nem tudod a saját mintázataidat kellő mértékben megváltoztatni. Vannak olyan országok, ahol a fiatal emberek szerzetesnek mennek hat hónap, egy év, néha másfél-két évre is, és utána egy kicsikét megbölcsülve, még bőven van idejük a család alapításra, de már egy kicsikét más szemlélettel mennek tovább, és nem pusztán ismétlik azt, amit a családi házban kaptak nem szabad alábecsülni az ember kondicionálhatóságát. Fogalmad nincs, hogy az első három évetben mit kaptál, és a pocakban töltött idő, és az első három év olyan elképesztően beléd van írva, hogy az életednek az a domborműve, az ott van a tudattalanodban, és onnan küld az arhetipikus jeleket, hogy te ki vagy, meg mit csinálj, meg mit mondjál, meg kit válasz, meg hogyan alapítsál családod nem árt ezeket a mintázatokat először meglátni, félretenni, utána ismét kézbe venni és áttransformálni, és utána pedig újdonat újként gyakorolni. A zenkör 5 foka itt nagyon jó tanácsadó, aki csak rálátás nélkül viszi a kondicionáltságát tovább, nulla, nulla fok. Nincs kérdés, nincs változás, csak panaszkodunk, hogyha valami baj van. Aztán elkezdünk tanulni, és tudunk annyit magunkról, hogy jobban lássuk ezeket a mintázatokat, és elkezdünk intellektuálisan egy kicsikét kiműveltek lenni, és eljutunk a 90 fokig, ahol már annyit tudunk, hogy már feltűnő. Feltűnő, hogy tudunk, de még nem tettünk semmit. Ahhoz, hogy ezeket a mintázatokat meghaladjuk, a Teremtőnek magunknak, és a Teremtetnek, a Karmának, tehát a mintázatok, amelyekről beszélünk, szét kell válniuk. És a 90 foktól a 180 fokig ez a gyönyörű, tárgyatlan tudat fokozatosan megvalósul, ez a tükör, amely nem mutat semmit. 180 foknál már tényleg csak ez van. És akkor nincs mintázat. Nincs én. Nincs személyiség. Ne egy meg, ez csak egy pillanat, jó esetben hosszabb, de utána, mivel ráláttál a karmádra, és már semmivel nem azonosulsz, ezért elkezdheted még a legrúsnyább berögződöttségedet is transformálni valamivé, amivé szeretnél lenni. És ez a 180-tól a 270 fokig, ez szintén fokozatos, nem egyszerre jön, és a 270 foknál rájössz, hogy most már bármit átalakíthatsz magadban de teljesen, mindent, mind, az utolsó sejtig, az utolsó gondolatig, érzelemig, beszédmintáig, cselekvésmintáig, mindent meg tudsz csinálni, hogy te az légy, aki lenni szeretnél. És 270 foknál rájössz, hogy az amilyen szép és jó, annyira elégtelen. Mert ezt nem magunkért tesszük. Most gondold el, ha 270 foknál megállnál, akkor tükörben néznél, és egy hatalmas nácisz csokrot látnál a tükörben, hogy te milyen szép és jó lény lettél, azt kész. Hát nem ez van, kérem szépen, hogy ezt nem magunkért csináljuk, hanem mindig van valaki, akit szerencsés esetben jobban szeretünk, mint önmagunkat. Ha nincs ilyen az életedben, keressé gyorsan. Ennélkül nem érdemes élni. Kiderül, hogy nem magunkért leszünk azok, akik. És amikor másokért tudunk tenni valamit, másokért leszünk bölcsebbek, együttérzőbbek, önzetlenebbek, akkor a 270 fokról elmozdulunk a 360 fok felé. Tehát nem magadért tisztulsz meg. Tehát nézd meg azt, hogy a családi karmát milyen kényszerek között örökíted át. És a kényszer, ha lehullik rólad, akkor rájössz, hogy nincs öröklődés. Egymáshoz születünk. Egymás mintáit erősítjük vagy oltjuk ki. Abban a gyönyörű pillanatban a lelked keveri ki apa és anya DNS-éből azt a testet, amit nagy gonddal fölnevelnek. Utána te is beszállsz a buliba, tudod, hogy ez micsoda. Ez a felelősség, hogy jobb, helyesebb mintázatokat adjál tovább, mint amit kaptál. Mert ha nem, akkor hetedízig len ott a karma, és ismétled, ismétled, és ismétled. Minél jobban benne van az arcod, annál kevésbé látod. Minél kevésbé vagy ura, annál többet panaszkodsz, ágálsz, fenyegetőzöl, zsarolsz, féltékenykedsz, irigykedsz, mert nem vagy ura önmagadnak. Nem vagy ura az életednek. Nagyon-nagyon sokszor megkérdezték, hogy Szunyim, ebben a világban annyi baj van, most miért önismerettel vagy ezzel a lényeggel, vagy zennel kell foglalkozni, nem lehetne ott kint megoldani ezeket a problémákat, és csak akkor gyorsan minden rendben lesz? És akkor azt mondom, hogy kedves barátom, Emlékszel-e ugye arra mondásra, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve? Miért kellett ezt elmondani évszázadokon keresztül? Mert pontosan az ön, a más és a világ ismeretének a hiánya, a tisztánlátás hiánya az, amely még a legjobb szándékot is teljes erővel a falnak viszi. A téves nézetek, a harag, a dű, a kapzsiság és az esztelen mohóság falába. Tehát először ezeket az akadályokat kell elhárítani, és akkor lehet haladásról beszélni. Tehát igen, alapis családot, legyenek gyermekeid, legyen egy hites társad, ez fantasztikus. Na de ugyanazokat a mintákat szeretnéd átadni a gyerekeidnek, amelyeket kaptál a szüleittől? Nézd meg! Akkor tessék dolgozni rajta, hogy szüntesd meg az azonosulást, szüntesd meg a ragaszkodást, szüntesd meg a projekciókat, szüntesd meg az énes akaratot, ne ragaszkodj a múltadhoz, ne aggódj és ne ellenőrizz állandóan, és akkor a minták elkezdenek lefoszlani rólad. Magyarul tér vissza a tiszta tudat pillanatába. És ehhez megvannak az eszközök. Megvan a technika. De megfelelő irányvétel és elhatározás nélkül nem tudod gyakorolni, mert akkor csak technikát fogsz gyakorolni. Tehát a nulladik meditációs instrukció az, hogy merj látni, merj őszinte lenni önmagadhoz. Ha nem, akkor az összes buddhista, taoista, konfucianista, sintoista és egyéb ilyen technika az egó kérgedet fogja vastagítani. Mert a te elhatározásod nem volt tiszta. Fogjuk fel, nem technikát gyakorlunk, az úton szeretnénk járni. És innentől kezdve az átörökített, vagy átörökíteni vélt karma is megváltozik. Mert azért elképesztő, amit a szülők és a gyerekek lefociznak egymás olyan 12-18 év alatt. Van idő, kérem szépen. Van idő arra, hogy kicsit belást, hogy a gyerek mit tanít neked, és te mit tanítasz a gyereknek. Ez oda-vissza megy. Oké? Okay? Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy föltetted ezt a kérdést, és remélem, hogy egy fantasztikus családot tudsz majd továbbadni, amikor már nagymama leszel, és lesz egy szakajtó unokád, és én láttam olyan nagymama képet, ahol az unokák és a dédunokák így nagymamit főkapták, és így vízszintesen a 80. születésnapra így megtartották, és mindenki mosolyog, és oda van kitéve, hogy nagymama, köszönjük. Így is lehet. Így is lehet. Az volna a kérdésem, hogy ezt a fajta önismeretet a szent buddhizmuson keresztül hogyan lehet elírni? milyen szerepet játszanak ebben a mesterek, a más emberek rajtunk kívül, és a meditáció? Vagy milyen arányban? Fordított sorrendben a jelentőségét el tudom neked mondani. A meditáció játsza a legnagyobb szerepet, magyarul az önállóan végzett erőfeszítés. A más emberek társaságában, a szangában végzett gyakorlat elengedhetetlen, és itt, főleg Európának ezen a részén, ezek a spirituális irányzatok elképesztően fejnehezek, mert mindenki a mestertől várja a megoldást. Én nem azon tanítók közé tartozom, akik ezt megadnák olyan könnyen, hanem rávilágítok arra, hogy a megoldás bennünk van. Ezzel már rengeteget segítettem. Továbbá a gyakorlat során, hogyha zent választasz, akkor mondjuk interaktív koanpraxis is van, a koan gyakorlat az intuíciódat erősíti, a karma meghaladásának a mozdulatát gyakorolja be, és akkor a tanítóval való kölcsönhatás vagy párbeszéd bizony segít az úton. De a tanító nem pusztán az az ember, aki többet tud, mint te. Az egy könyvtár. A tanító akkor a tanítód, hogyha jobban lát téged, mint te önmagadat, és ezen az alapon segít. Vannak olyan entitások, akik jobban látnak téged, mint te magadat, de ezt nem arra használják fel, hogy segítsenek téged, hanem mondjuk eladjanak neked valamit. Vagy rávegyenek valamire, vagy letiltsanak téged valamitől. Figyeld meg, hogy mennyire hiszékeny, kondicionálható és cselekvésben teljesen megjósolhatatlan társaság vagyunk. A hibád, hogyha hibáztál, az hol kezdődött? vagy elhittél valamit, amit nem kellett volna, vagy nem hittél valamit, amit el kellett volna. Ez itt indul. Úgyhogy igen, szükség van a tanítóra, a tanításra és a tanítványi közösségre, de legelsőképpen rád van szükség. Nélküled nem megy. Jó? Szeretném megkérdezni azt, hogy az előbb, amiket elmondtál, hogy nálunk kezdődik az, hogy a a, megváltozik a világ, és én azt tapasztalom, hogy ö, általában azok az emberek, akiknél hatalom és pénz koncentrálódik, azoknál, tehát ez a tanítás nagyon ritkán jut el hozzájuk. Ugye úgymond hétköznapi embereknél nálunk megjelenik, könnyebben és befogadjuk, de ezek az embertípusok, akik ö, nagyobb léptékben tehetnének valamit mondjuk a, a, az összért, ott kevésbé jelenik ez meg. Mi lehet ennek az oka? Egyébként ezzel csak részben értek egyet, ugyanis tudomásom szerint, a pénzzel és hatalommal bírók nagyon nagy része ezeket a tanításokat jobban ismeri, mint te vagy én. Nagyon jól tudják, hogy itt miről van szó, de teljesen másra használják ezt, és itt a motiváció, ahogy mondtam korábban, az irányvétel, a szándék, a célképzet nagyon fontos. Nem arra használják föl, hogy te megvilágosodj és minőségi életet éj, és félelem nélküli halált halljál, hanem arra, hogy még több pénz és hatalom legyen a kezükben de ismerik, tudják, egyrészt több idejük van erre, kettő, valamilyen intelligencia csak olyan helyzetbe juttatta őket, amilyenben éppen vannak, ilyenkor csak várhatsz arra, hogy a buddha életéhez hasonlóan egyszer csak utazzanak ki a palottából, és lássák meg, hogy valójában mi van a világban. És hogy az eljusson a lelkükben olyan mélységig, ami egy ilyen fordító élményhez hasonlít, és akkor talán megváltozik a gondolkodásmód. Abban viszont egyetértek, hogy elképesztő döntési lehetőségeik vannak, mert nézd meg a pénz ahova leteszed, ahova pénzt teszel, ott anyagilag elkezd nőni valami. Olyan, mint egy ilyen ö, szuper élesztő. Tehát beledobod a tésztába, és elkezd itt dagadni. Igen, ám csak ahova a pénz megy, oda a hatalom is megy, ahova a hatalom megy, oda a pénz is megy. A kérdés az, hogy a te hitrendszered ebből mit enged meg. Hogy te mennyire akarsz ezzel társulni, mennyire akarsz ennek a része lenni, és akkor innentől kezdve nem csak az apró betűt kell elolvasni a szerződés bizonyos oldalain, hanem azt a színű tintát is meg kell nézni, amivel aláírod. Nem mindegy, milyen tintával írod alá. Mindenkinek van döntési lehetősége önmaga fölött. Az összes többi csak karma. Nem jó és nem rossz. Hát hallhattad, egy darab ítéletalkotást nem hangzott el a gazdagok és hatalmasok fölött, nekik épp ilyen karmájuk van, ezzel a felelősséggel bírnak. Nekik ugyanolyan buta természetük van, mint neked, nekem, vagy bárki másnak itt az utcán. Az, hogy ilyen anyagi és hatalmi karmával bírnak, az korábbi életeknek a terméke, és ebben az életben is olyan születés, olyan tanulmányok, olyan döntések, hogy ilyen helyzetbe jutottak. Ha nagyon akarod, te is megteheted. Mindenki előtt nyitva áll az út. Nincs lezárva senki előtt sem. Alapvetően nem vagyunk jobbak vagy rosszabbak a másiknál, csak más karmák van, mert más döntéseket hoztunk. És innentől kezdve nézd meg azt a szabadság és felelősség szintet, amelyet az életedben gyakorolhatsz. És még mindig van följebb, még mindig több szabadságot engedhetsz, és még mindig több felelősséget vállalhatsz. És csak remélhetjük azt, hogy akiknek a kezében több hatalom és pénz összpontosul, azok megvilágosodottabbak is lesznek hozzá. Van erre példa. Nem kevés, de nem elég. Hogyan lehet elengedni olyan dolgokat, amik akár negatív, akár pozitív megítélésűek, amik már nem segítik, nem szolgálják a fejlődésemet? Mert ugye ilyenkor azt hallom, hogy engedd el. Hát persze, de hogyan? Mit került meg a kérdésed? A lényeget? Mi fáj? Én konkrét dolgot nem tudok mondani, de azt tudom, hogy például, hogyha ha olyan dolog történik, ami mondjuk bánt, akkor azon elég sokáig tudok uh, kattogni, és akkor, hogyha fölismertem, hogy miért történt mindez, akkor még mindig nem vagyok túl rajta, hanem még mindig azon gondolkodom, hogy de, ez megtörtént. De ugyanúgy ez elmondható akkor is, hogy ha valami olyan dolog történik, amire azt mondom, hogy nagyon boldog át ez. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy... Ez a gondolkodás kényszere, mert le akarunk mindent képezni fogalmilag, és az első lépés az lenne, hogy a nagy erdőben tegyél egy sétát, akkor, amikor úgy relatíve kevesebb honpolgár látogatod ki a civis városból, amikor a természet segít neked természetesebbnek lenni, a természetnek nincs olyan kognitív folyamata, mint az embernek. Szerencsére különben megőrülne. Viszont van egy olyan működése, amely minket tisztít. Minket segít, hogy igaz természetünkhöz eljussunk. Ezért lehetünk nagyon hálásak a taoista pátriárkáknak és gyakorlóknak, mert a taoizmus és buddhizmus ötvözete a zen utána pedig, amelyet a fogadó kultúrák még hozzátettek, vagy elvettek belőle, az alakította ki a helyi ízváltozatot. De nézd meg azt, hogy milyen a lelked az ilyen típusú gondolkodás megszűnte esetén. Tér vissza az ilyen típusú gondolkodás elé, akár egy hosszú sétával, egy kis magányjal, vagy ha kell egy kis tárgyas foglalatossággal, de nem otthon, mert akkor a mintázatok, a beégett rutinok azok beindulnak. És a buddha amikor Ánanda a szolgálója megkérdezte már több mint 30 év után, hogy magasztos, mit tapasztaltál te a világból a darma útján? És éppen egy ilyen erdőszélen ültek, és megkérdezte Buddha Ánandát, Ánanda, látod a sok-sok fát és a lehullott levelet az erdő alján? Igen, magasztos, látom. Hát ennyit tapasztaltam. És mennyit tanítasz ebből nekünk? kérdezte Ánanda. És a Buddha fölemelt egy marék levelet, és azt mondta, ennyit tanítok belőle, Ánanda. És akkor Ánanda egy őszinte ez egy megdöbbent, de, de magasztos, miért? Hát csak képesek lennénk elsajátítani többet, nem? El azt mondta Buddha azért, mert ez szükséges a szenvedés tényének, okának, megszüntetésének, és a megszüntetés útjának a belátására és a bejárására. A zen abban segít neked, hogy megmutatja azt az eredőt, azt a forrást, ahonnan ez a gondolkodás származik. És azt az enyészpontot, azt az omegát, ahova ez visszajut. Ez nem titok, hogy itt az alfa és az omega egy helyen van. Igazi önvalónk az alfa és az omega. Tehát a csendből keletkezik a szó, és a csendbe megy vissza. A gondolkodást megelőző tiszta tudatból fakad az összes gondolatod, és oda is tér vissza. Ha ezt a megjelenést és eltűnést gyakorlod, akkor nem fogsz ragaszkodni a múlthoz, nem fogsz kattogni és keringeni belül problémákon, mert látod, hogy ezzel csak növeled a káoszt, és még több szenvedésed lesz neked is, és másoknak is. A túl sokat beszélő, túl sokat gondolkodó, az érzelmeihez túlságosan ragaszkodó, vagy a cselekvésben elvesző tudatnak több problémája van. Az egyik, hogy annyira feldúsul és annyira bonyolultá válik, hogy nem tud helyesen dönteni. Legyengül túl sok tárgy van a tükör előtt, vagy hogyha a képernyő előtt dolgozol, túl sok ablak van megnyitva, és betelik a RAM. Olyasféle memória problémád lesz, hogy annyi tárgy van már az operatív tárban, hogy egyszerűen nem tudsz műveleteket végezni vele. Megtelt. Kész. Ki kell tudni üríteni ahhoz, hogy megfelelő módon tudj gondolkodni, érezni, beszélni és cselekedni. Ehhez az kell, hogy vágd el a múlthoz való ragaszkodást azzal, hogy a pillanatba visszatérsz, vágd el a gondolkodáshoz való ragaszkodást úgy, hogy visszatérsz a gondolkodás elé, nézd meg, hogy mi az értékesebb, amit éppen kimondani készülsz, vagy az a csend, amit éppen megtörni készülsz, és akkor egyre jobban látsz, és egyre nagyobb tér nyílik a tudatodban erre a látásra. És ez a látás, a vidja, amit a buddha tanított, mint a legfontosabb dolog, ez az, amely a szenvedéshez nem fogható. Tehát amikor nem szenvedsz és nem szenvedtetsz, az annyira más, annyira más, mint amikor benne vagy talpig a kátrányban és arccal a sárban. Úgyhogy itt lehet érezni a különbséget. Ez a helyes karma a cselekedetek a beszéd, az érzelmek és a gondolatok uralása, és nem úgy vaskézzel, ahogy ezt a nagyon szeretnéd, hogy kapsz egy vaskezet, mert valakit ő kaptá, és akkor majd azzal, uh -uh, nem, ezzel a látással, és hogy meditálsz, a meditációban a látás által a karma elkezd a helyére kerülni. És ahogy helyére kerül a karmád, úgy belül az érték hierarhia kialakul. Mi az értékes, ki az értékes, és akkor azt kell követni, azt kell gyakorolni. Az értékes elvezet a szeretethez, a boldogsághoz, az együttérzéshez, a bölcsességhez, az együttműködéshez, ahhoz a fajta természetes léthez, mindannyian szeretnénk és próbálunk gyakorolni, de ha megnézed az eredményt, elég kevéssé megy. Hol van a fal? Hol van az akadály? Hol van a buktató? Bennünk van. Hol van ennek a megoldása? A meghaladása, az átalakítása bennünk van. Úgyhogy ezért kell a helyes, tiszta tudatformát gyakorolni, hogy megfelelő irányba menjünk, és akkor nem fogunk körbe-körbe fordulni, ahogy Sunkszenz Mester mondta, menj egyenesen, ne gondolkodj. Kész. No, szívesen. Hát én még kezdő vagyok, de arra már rájöttem, hogy elég súlyos karbát hordok. Tehát édesanyámról én is viszem, és átadtam a lányomnak. Azt is tudom, hogy hogy tudnám ezt megszüntetni, és mégsem tudom. Valami visszaúsz. Tudnám, hogy hogy kellene kilépni. Van rá lehetőségem, nyílik az út, és mégsem teszem meg. És toporzékolok egy helyben, de nem jó. Minden együttérzésem mellett nem tettél fel kérdést. Mi a kérdésed? Mit kell tennem? Mit akarsz tenni? Megszabadulni ettől a helyzetből. Most mondtad, hogy ez nem megy. Akkor most mit akarsz? Segítséget kérni. Oh, mit csinálok na végre. rosszul? Mit, mit kellene tetnem? Mivel -tudom, nem mit tudom kertem, a problémát, mind... ezért nem tudom, mit csinálsz rosszul, és ez így jó is, hidd el, nem kell nekem tudnom. Elég, ha látlak ott a széken. Tehát az, hogy valójában mit akarsz, az nem egy egymásodperces kognitív folyamat eredménye. Nézd a lelked mélyére. Hogy ténylegesen a mély szerkezetben mit akarsz? Tudom. Mit akarok? Elmondod? Olyan boldog életet szeretnék élni, mindegy, hogy egyedül vagy párral, de nyugalom és békét szeretnék. Mi áll ennek az útjában? Szerintem saját magam. Mi vagy? Mi ez a saját magad? Akadály. Mm -hmm. Nem vagy betonból, és két és fél méter széles és 60 centi magas, ilyet láttam most az út szélén, az az akadály. Mi Nem. vagy? Ne nevezd magad akadálynak. Ez nem igaz. Mi vagy? Gyakorlatilag tudom, hogy ez egy feladat, és meg kell tennem, és ha nem teszem meg, akkor leszületek újra, és kezdhetem előről. És nekem az fáj, hogy a gyerekem már ezt viszi tovább. Az, hogy leszületik újra, ez fáj? Ö, nem, hanem hogy ugyanitt fogom kezdeni, hogy nem oldottam meg ezt a feladatot itt a földön. Mi a feladat? Azt is tudom, de mégsem tudom megoldani. Nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, mi a feladat. Az, hogy meg tudod oldani, vagy sem, másodlagos. Mi a feladat? Befejezni valamit. Mit? Nem vagy könnyű eset hallod. Nem tudom, Mit szeretnél mondja. befejezni? Egy kapcsolatot például. Na most már mocorog. Milyen kapcsolatot? Gondolom nem olyat, hogy a pénztártól elmenni nehéz, félnetek jó lesz. Pár, tehát... kapcsolatot pár kapcsolatot feljezni kapcsolatot. fejezni egy pár kapcsolatot, igen. De, folytasd! De nem tudom. Akarod? Igen. Akkor miért nem tudod? Ez, ezt kérdezem. Tőlem? Igen. Hát én, én ehhez nem értek. Hozzád nem viszont tudom. egy kicsit már kezdek. Nem, nem Tehát tudom. Van benned egy mi, olyan tűzenergia, amely egyszerre több helyen akar égni. És ez a tűzenergia egyszerre prométeusz és Epimétheus. Egyszerre lázaszt és egyszerre megalkuszol. Igen, 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 Ugye igen, milyen izgalmas? Ki akarok törni, de... Ugye milyen de, jó? Na, ez kell de baj. De annyira adni. nem rossz. De mégse jó. Persze. Akkor elmondom, mi lesz. Még több szenvedés. Ézus. Szeretnéd? Nem. Akkor szeressél valami mást, és szeressél valaki mást. Ugyanis, okay. ha nem tudod a mintázataidat eloldozni a már majdnem nem szeretett személytől... Igen. Ez úgy elválnék tőled, de úgy hozzád szoktam. És közben eltelt 20 év. Szóval nézd meg, hogy egy kapcsolat miből áll. Az a jó hír, hogy egyetlen karmának sincsen önálló léte, tökéletes befejezet volta, vagy pedig örökkön való egzisztenciája. Tehát mulandó, függő és tökéletlen. Ez minden karmára igaz, még a kapcsolati karmára is, ezt onnan tudod, hogy még a leggyönyörűbb és megalapozottabb és több évtizede futó kapcsolatba is energiát kell tenni, hogy menjen. Tehát nem lehet az, hogy a 33 és feledik születésnapot te elfelejted. Ugyanolyan lelkesedéssel kell virágcsokrot venni, megrendelni az asztalt és elvinni egy gyertyás vacsorára, mint a három éves, meg a 30 napos, meg a három napos gyönyörű rendezvúnál. Tehát, hogyha ez nincs meg, akkor az energia kimegy a kapcsolatból, az információ is kimegy a kapcsolatból, mert már hat éve nem mondtad azt, hogy szeretlek, és ez hiányzik. Tehát a 26. és a 32. év között is ugyanolyan gyakran kell mondani, mint amikor lángolt minden így, belül, mint a filmeknél. Csak az akkor valóság volt. Tehát ha nem teszel energiát és információt per tudattartalmat valamilyen karmába, az el tud múlni, az el tud oszlani nyomtalanul. Fordítsd meg, és hogyha te valamilyen kapcsolati karmát el szeretnél oszlatni maradéktalanul, akkor tessék megszüntetni az energiaközlést és az állandó tudattartalom közlését. Magyarul nem gondolkodsz róla, nem gondolkodsz vele, nem gondolkodsz ellene, nem érzel vele, nem érzel ellene, nem cselekszel se vele, se ellene. Nem beszélsz sem vele, se ellen, és akkor a gondolatok, érzelmek, cselekvés és beszéd szintjén elkezdett kivonni az energiát ebből, közben szépen lezárva bizonyos dolgokat, bizonyos rutinokat, befejezvén és nem újraindítván őket. Na most, ha te annyira hozzászoktál az érzékszervi részhez, hogyha annyira megvan az, hogy te hogyan beszélsz, cselekszel, érzel és gondolkodsz ebben, ha ezt nem akarod abba hagyni, akkor mindaddig marad a kapcsolat, akár a legborzasztóbb és leg rendűbb változatában, amikor már utáljátok egymást, de még mindig tart az egész, mert nem vagy hajlandó véget vetni neki. Ezért mondom azt, hogy még több szenvedés lesz, hogyha az energiát és az információt kölcsönösen szépen nem vonjátok ki belőle. Ez lehetséges, csak van egy olyan, hogy ugye a szerelem és a szeretet tüzében kovácsoltatik ez a kapcsolat. Ez egy olyan ötvözet, amelyre akkor úgy tűnik, hogy ez olyan speciális, ami kettőn között van, hogy az valami páratlan. És ez minden párkapcsolatra, ami igaz szerelemben van, ez igaz. Na de meddig? Amíg a hőfok megvan. Amíg ugyanaz az őszintesség, intimitás, fantasztikus szimbiózis és fúzió megvan. Elkezd kihűlni, Elkezd ütéseket kapni, elkezd repedezni, és megszűnnek azok a minőségek, amelyek ezt az egészet azzá tették, ami volt fénykorában. És ahhoz, hogy ezt kiméletesen együttérzéssel, bölcsességgel szét lehessen választani, az egy ugyanolyan hőfokra kellene felfűteni, szeretettel, együttérzéssel, bölcsességgel, mint a keletkezése idején. És ez nem megy. Ha menne, akkor nem kéne megszüntetni. Tehát ezért nincs szép vállás. Ezért nincs harmonikus megszüntetés, mert pont ezen minőségeknek a hiánya okozza azt a kényszert, hogy válnunk kell, meg kell szabadulnunk egymástól, be kell rekesztenünk a kapcsolatot, stb. 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 Tehát ezt lehet kevésbé fájdalmasan és nagyon fájdalmasan csinálni, de olyan örömteli mód, hogy jaj, hát én most már még jobban szeretlek, miután elváltunk és a vagyon megosztás, a gyerekkel helyezés minden megvolt, ez azért nem természetes és elég ritka. Az, hogy kalandvágyból randevúznak ismét egymással, az egy külön történet, az nem azt jelenti, hogy jobban szeretik egymást. Innentől kezdve te dolgod, hogy mennyi energiát teszel a kapcsolatba, de hogyha nem vonod ki, akkor az megy tovább. Rajtad múlik. Értem, köszönöm. Biztos? Értem, megértettem. Jól van. Egyéb kérdés? Köszönjük szépen, hogy eljöttél Debrecenbe. Örülök, hogy fogántatok. Köszönöm a figyelmet. Azért örülök nagyon, mert én még Debrecentől is messzebb lakom. Tavaly részt vettem egy zen táborban, és azóta gondolkodok rajta, hogy szeretnék elmenni. Tudom az is mikor a választ, volt hogy az a zentábor? Október, tavaly. Tavaly, október? Igen, nem hát találkoztunk. Hosszank, vagy te képes gondolkodni az ilyesmin, hallod? Mondjad! Igen, sajnos, és tudom is, hogy ne gondolkodj, csak te. Ezzel ne sokat. Mások gondolkodj, ha ilyen vastag tankönyvek vannak, azok megtanítanak. De a zen, az cselekvés, kérem szépen. Hát tessék megcsinálni. És Mi tudom is, idején? hogy ez lesz a válasz, hogy ne gondolkodj, ted de az tart vissza, hogy van egy porckopásom a térdemben, és elvonulásra szeretnék menni, de tudom, hogy ott többet kell ülni. Igen ám. csak hogy egyrészt, vannak a környezetünkben fantasztikus terapeuták, akik egy ilyen térdet pillanatok alatt oly mértékben rendbe tudnak rakni, hogy rá se ismersz. Ez az egyik. Vannak kúrák, amelyekkel ezt a polckopást lehet mérsékelni, vannak gyakorlatok, amelyeket végezhetsz, és ezáltal formába hozhatod magadat, de ezen az nem ilyen fizikai bajnokság. De egyik legrégebbi tanítványom három darab 90 napos elvonulást ült végig, úgy, hogy az elsőnél az összes meditációt így hanyat fekve, mert a gerince szaknyelven az L1 és L4 csigolyaszakasz szakasz így egyben, az olyan állapotban volt, hogy már majdnem operálták, de mégsem. Olyan fájdalmai voltak, hogy az amilyetetlen. És meg tudtuk azt csinálni, hogy ő kapott magának egy sarkot, egy zen sarkot a zen teremben, Saját bejáratú, fekvő meditáció állni nehezebb tudott. A menés volt a legjobb, mert akkor nem nyomta ott az egyik a másikát, és így mindegyik determinált, hanem lefeküdt, iszintesen. Mostanára bővült az eszköztár, tehát vannak terápiás, nagyméretű gumilabdáink, sámliaink, hokedlik, pokrócbéléses béléses székek, tehát úgy föl vagyunk szerelve, hogy nincs az a fizikai kondíció, amelyet ne tudnánk fogadni, ha a lélek ezt akarja, hogy én mégis meditálni szeretnék, holott. Úgyhogy minden lehetőség adott, csak akarni kell. Igen, de az elején mondtad, hogy ne legyenek félelmeink, de nekem ez egy ilyen félelem, hogy ott ülök, és mondjuk fel kell állnom, és megzavarom a többieket. Én ezt értem, ezt a félelmet. Én szeretném, hogyha ezt becsomagolnád, így mondjuk celofánba, és idadnád a kezembe. Lehet? Igen. Kérem szépen, az összes félelmet ide, most. Tudom, hogy így nem lehet. Most mondom. Nem hiszel nekem? Na. Akkor becsomagolom és odaadom. Ez az, ezt szeretem. Elmondom a kézbesítés helyét. Esztergom, Bubocsbanka, utca 61. Ez a kézbesítés helye. Várom a félelmeidet celofánban és ígérem, hogy nem bontom fel az egység csomagot. Egyéb kérdés? Köszönöm. Szívesen. Oké, okay, végül is a célok, a ragaszkodás is, ezzel kapcsolatban egy kérdésem, hogyha tisztán álltunk, ugye akkor vannak céljaink, és azokhoz ragaszkodhatunk, például mondjuk, ha gyerekeknek kitűzünk egy célt, hogy mondjuk menjenek ide-oda, az egy ragaszkodás, tehát, hogy itt, és hogy, tehát ez egy kicsit... Másztál a... már hegyet? Master. Képzeld el, hogy te éppen a köteleden húzod magad fölfel, és találkozol a hegyoldalon, ott a sziklán egy spirituális tanítóval. És a tanító saját tanításának a fényében tündökölve azt mondja, engedj el mindent. Igen, kuddóulás. Kétféle probléma van. Az egyik a formához való ragaszkodás, és alatt az összes lelki karmádat, testi karmádat, és a többi. A másik pedig az ürességhez való ragaszkodás. Tehát először tényleg olyanok vagyunk, mint az égőházban játszó gyerekek, és elképesztően el vagyunk foglalva a játékainkkal, míg nem egyszer valaki, aki már tényleg ezt a tüzet tapasztalta, azt mondja, hogy gyerekek, ez így nem lesz jó, mindannyian bentéktek, tessék letenni a játékokat, a mese kedvéért azok oda vannak csavarozva a padlóhoz, manapság ilyen játékok kellenek, és gyertek ki. Kijönnek, hideg van, nincsenek játékok. Megszoktuk a meleget, veszély van, kockázatot vállalunk, de játszunk. Mind a két dolog hibás. Tehát nézd meg azt, hogy a kötődésre, ne nevezzük ragaszkodásnak, mert az eléggé aszimmetrikus. Tehát ragaszkodni senki nem szeret, azért a kötődést azt szeretjük, hogyha mondjuk kölcsönös egyetértésen alapszik. Mert eléggé hálózatban létező lények vagyunk, tehát ha valaki tényleg átélt magányt, akkor tudja, hogy ez egy egészen-egészen szélsőséges állapot, és hogyha nem tudunk kötődni mondjuk egy másik emberhez, vagy legalább egy kutyához, vagy egy macskához, akkor a lelkünk az úgy vacog, és nem érzi azt, hogy él. Tehát a gyakorlat az tényleg azt jelenti, hogy az eddigi ragaszkodás, hamis azonosulás, illúziók, stb. A fekete lista hosszú. Azt tessék szíves elengedni, de nem azért, hogy később ne fogjál meg valami szebbet, hanem azért, mert eddig azonosultál ezekkel a karmákkal. És hogyha ez így megy tovább, akkor te ezzé válsz, mert annyira megszokod, hogy az én pecsétet ráütöd, és azonosulsz ezekkel a lélektartalmakkal, és az avatárod ezáltal az lesz, amivé nem szeretnél lenni. Tehát ne ragaszkodjunk olyas valamihez, amelyel nem szeretnénk azonosulni. Mert abból az lesz. Kötődés, ragaszkodás, azonosulás. Nézd meg! Ha pedig azonosulsz valamivel, mert valaki mondjuk nagyon szereti ezt a zenbotot. Igen, ám, csak hogyha nagyon ragaszkod hozzá, akkor a kezedben marad, így mész ki, és szeretnél otthon vacsorázni, és nem tudod a bottól megfogni mondjuk a kanalat, pedig fantasztikus, turmixolt leves elképesztően finom szerecsendió fűszerezéssel ott vár az asztalon. És nem tudod megenni, mert mind a két kezedben van valami, ami nem kanál. Tálat se tudod megfogni. Tehát ekkor szépen elengeded az adott formát, és rájössz, hogy milyen jó, hogy a puszta kezed és ez a tárgy, ez különböző. Milyen jó, hogy a tudatod és a gondolataid különbözőek. A lelked és az érzelmeid különbözőek. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a csoki gyár és a csoki nem azonos, de termelői viszonyban vannak egymással, az érthető. De az, hogy a tudatunkkal teremtjük ezt a világot, és a tudatunk teremtménye abban a pillanatban, hogy megjelent, nem azonos velünk, ezt nem értjük. Pedig meg kéne. És akkor látod azt, hogy ha formához ragaszkodsz, hiba, az ürességhez ragaszkodsz, hiba, lásd, szent hegymászó, aki meghallja a tant, elenged minden kötelet, csigát, karabinet, te lezuhan, és vége van. Úgyhogy lásd meg, hogy mikor kell elengedni, és mikor kell kötődni. Igen, ez nehéz azért. Nem mondtuk, hogy nehéz, mert akkor már egy hamis nézethez kötődsz. Pont most helyzet, felismerés, kapcsolatteremtés, teendőpercselekvés, és Ezt lásd meg. Csak az irányvétel függvényében ezt előbb-utóbb megtanulod jól csinálni. Tehát egyik sem jó vagy rossz, ebben a pillanatban, ha kötődsz mihez, kihez, miért, ha elengedsz, kit, miért és hogyan engedsz el? Jó? Köszönöm. Szívesen. Én a tudatos álmodásról szeretnék kérdezni. Én válaszolhatok a tudatos ébrenlétről? Mert a... <laughs> igen, igen, arról is. De hogy, hogy okay. van a kettőnek köze egymáshoz, hogy van. van értelme. A... Van egy híd a tudatos álmodás és a tudatos ébrenlét között, ez a tudatosság. Ez könnyű volt azért ennyivel nem engedlek el. Tehát akkor, hogyha a tudatod tükre tényleg tiszta, akkor az álom állapotban rájöhetsz, hogy te álmodsz. De ne erre gyúrjál, hanem aludjál jól. Pihentetőd, finomat. És akkor rájössz arra, hogy egyrészt többféle álom van, másrészt pedig a tudatnak egy természetes ürítő funkciója az, hogy amit nappal, esetleg egy tudatos meditációban te nem raktál a helyére, az az álom spontán elmemozgásában elkezd a helyére rázódni. Ha nagyon-nagyon fontos, hogy te azt meglásd, akkor az álomkép küld egy gyönyörű szimbolikus üzenetet, hogy hello, valójában ez a feladat? Nem az, amit hiszel? Második fejezet, valójában ez te vagy, nem az, akinek hiszed magad. Aztán van, amikor te azt hiszed erről, hogy ő ez, de mégsem. Oké, okay. erre vigyázz. Az álmodás ez a tudat spontán éber vagy ébresztő funkciója, azért, hogy láss valamit, amit éber állapotban mondjuk az érzékszerű, meg elmebéli tevékenységek mert nem láttál. Persze most nem beszélünk olyan álmokról, amelyek úgynevezett kémiai vagy emésztőnedv alapú álmok, amikor ekkora töltött káposztákat ettél meg mondjuk estére, és akkor a világ összes szürke marhája összegyűlik a hortobágyról, így leszegi a szarvát és téged kerget. Vagy megoldatlanságainkban olyat láthatunk, hogy így a kátrányban térdig, és próbálsz futni egy olyan sprintet, hogy megdöntsd a világrekordot a dinoszaurusz elől, aki éppen üldöztéged, és ezek ilyen kőkemény beragadásos érzelmi karmák, és itt a tudattalanod, mivel nappal nem hallgattál rá, ezért éjszaka küldi az e-mailt, hogy hello, vigyázzunk. Tehát vannak kémiai alapú, szimbolikus, tudattisztító, és vannak aztán olyan álmok, amikor uh, tényleg nem vagy testben. Ez a legfönsőbb, ezeket úgynevezett jelzésértékű vagy kijelentő álmoknak lehet mondani, amikor úgy megjelenik előtted valami, és azt nagyon tisztán visszahozod. Ez kb. egy ilyen, ilyen rövid klipnek tűnik, de valójában egy háromórás mozifilm tartalma benne van, kristálytisztán emlékszel rá, és akkor érdemes reggel leülni, és a fogmosás és zuhanyzás között azért nagyon megfigyelni, hogy most ez mi volt, és archiválod belőle. Ezek azok, amelyek megmaradnak, mert az adott helyzetben, amelyekre vonatkoznak, előjön. És akkor megköszönöd, hogy az univerzum volt olyan kegyes, hogy az üzenetedet megkaptad. Jó? És aki nem szokott támodni Aki nem, nem szokott rá, álmodni, az is álmodik. Csak nem emlékszik rá, Bizonyan, és miért nem? Azért nem, mert a konyhai szemetet se szoktuk kartotékkolni és katalogizálni, mielőtt kidobjuk. Ezért. Mert van az elmének, az emlékezetnek, a megkülönböztető tudatosságnak egy ilyen nagyon fontos törlő funkciója, hogy azt a sok hülyeséget, amit magunkba pakoltunk kényszerből vagy hajlamból a nappali tevékenységünk során, ha azt nem játszottad le belül, ha a pillanatnak a rázó asztalán nem sikerült kirostálni, majd az álmodban megcsinálod, csak annál is kicsit viharosabb az alvásod. Sokáig bekengtem igazság szerint, hogy feltegyem -e ezt a kérdést, mert valahol félek a választól. Akkor jó, akkor kell föltenni. Most vagyunk üzemi hőmérsékleten, mondjad. <laughs> Ó, pedig nem is olyan vicces kérdés. Uh, honnan tudom, hogy én valakinek az elmúlását megérzem, vagy csak túlaggódom? Vagyis, hogy túlféltem? Ha túlaggódod és túlfélted, akkor nem fog elmúlni az illető. Ha megérzed, akkor tényleg elmúlik. De Honnan tudom, hogy. Mert én a egy ilyen egy túlakultos vagy. De ez, vagy ez... egy hetet, és meglátod. <laughs> ez egy évek óta fenn. Akkor valószínűleg csak aggódsz, mert ha évek óta bírja az illető, akkor elég tartós. A kérdés lényege, amit a homlokodon látok, ott a frufru alatt, az az, hogy vajon mennyivel járulok én hozzá más elmúlásához azzal, hogy aggódom érte, vagy meglátom, és esetleg meg is teremtem ezt az elmúlást? Ez félelmetes, hogy igen. Ez, ez nem. Nem az, hogy valójában ha félsz, ez A félsz, akkor te múlsz el nagyon hamar. Nézd meg azt, hogy te valójában mit teszel, az, hogy másra gondolunk, mást féltünk az egy centivel nem változtatja meg az ő karmáját, de a tiedet azt igen, meg a hozzávaló viszonyt azt igen. Tehát tessék a mulandóság és az öröklét fölé emelkedni, és úgy viszonyulni a másikhoz. Hogy ez a pillanat, ez kezdettelen és végtelen, de mi, mint emberek megszületünk és meghalunk. Lássuk be azt, hogy az élet és halál körforgása számunkra kezdettelen és végtelen, de ebben a felállásban egy életünk van ezzel a testtel, ezzel a lélekkel, ezzel a kapcsolatrendszerrel. Úgyhogy tessék megbecsülni. Tessék minőséget adni neki, mert még egy ilyen nem lesz. Hát pont ez a baj. Ez nem baj. De nem is jó. Ezért mondom, emelkedj a mulandóság és az öröklét fölé. Ez fontos. Hogyan? Úgyhogy nem vakít meg sem a fény, sem a sötétség. Ültem a gép mellett, a kollégám pedig küzdködött egy feladattal, és nem tudtam megoldani. Nem figyeltem oda, hogy már odáig fajult a dolog, hogy harmadik ember is beavatkozott, hogy segítsenek. Amikor eltelt egy negyed óra, és még mindig küzdöttek, akkor vettem észre a küzdelmüket, és mondtam, hogy mi a probléma? Amit én két pillanat alatt meg tudtam oldani, de egy negyed óráig küzdöttek, hogy ilyenkor oda kellett volna előbb figyelnem és felajánlani a segítséget, vagy hagyni őket, hogy hadd küzdjenek egy negyed óráig. És Gyönyörű fog... a kérdés. Nézd meg, légy szíves a munkaközösségben betöltött szerepedet, és hogy te milyen viszonyban vagy azzal a két emberrel. A te dolgod-e az, hogy megold azt a problémát, és ezzel elvedd a játékukat, a fejlődési lehetőségüket? Bizonyos problémákon nem negyed órát, negyed életet szoktunk morfondírozni, és attól fejlődünk, hogy erőfeszítést teszünk, és végre megoldjuk. De, ha te vagy a főnök, ha te vagy az instruktor, ha te vagy olyan helyzetben, hogy az entitás, azaz a gazdaság vagy gazdálkodó szervezet hatékonyságát növelendő, neked ott és akkor azt az enter billentyűt meg kell mutatni neki, tehát akkor az a te dolgod. Magyarul, a te dolgod, és ezt kell tenned, vagy nem a te dolgod, és hagyod őket küzdeni, nem negyed órát, egy hetet. Attól lesz szerény. Attól lesz egy kicsikét hálás. És hogyha nem a te dolgod, ne segíts. Olyat tehetsz, hogy akinek az a dolga, hogy segít, azzal úgy barátian elbeszélgetsz, és nem panaszkodsz rájuk, és nem minősíted őket, hanem kérdésként teszed föl, hogy tisztelt főnök asszony, Józsit és Jankót láttam a képernyő előtt kínlódni. Én tudom, hogy nem az én dolgom, hogy segítsek nekik. De kérdezem, kedves és tisztelt főnök asszony, hogy valakinek kellene-e segíteni nekik, nehogy rosszat álmodjanak ma éjszaka. Jó? Szívesen. Igazából egy egyszerű kérdés lesz csak. csak Így kezdődnek öm... a nagy problémák, Mondjon! Ö... Te hogyan viszonyulsz azokhoz az emberekhez, akik káromkodnak? Hát most majdnem mondtam valamit. Általában megnézem, hogy a dühük honnan jön. Tehát általában tehetetlenségből jön a, a dű vagy erőszak alkalmazása. Tehát az a két szélsőség van. Került ki a dühüket, és nézd meg, hogy tudsz-e segíteni rajtuk, vagy a te dolgod, de hogy segíts rajtuk, vagy sem. Itt azért látok olyan korosztályt, aki volt katona, és hát ott azért elég sűrű ez a káromkodás dzsungel, és néha elképeszteket röhögünk rajta, de hogyha a tiszt, vagy az altiszt főleg nagyon nyomatékot akart adni annak, amit mondott, hát akkor egy-két cifrával ott megspékeltál. Önmagában a káromkodás az inkább arra jellemző, aki kimondja. És meg kell nézni, hogy tényleg az a harag, tehetetlenség, erőszak és egyebek honnan jönnek. A legnagyobb ellenszerre az, hogy ö, nem ijedsz meg tőle, belső mosolyjal így figyeled. Mint hogyha meg se történt volna. Azért nem csak a káromkodásra, a dű egyéb kifejezésére is igaz, mert a mozdulatlan tudat az, ami a legnagyobb ellenszere ennek a kényszermozgásnak. Ilyenkor kell tapasztalati alapon emlékezni arra, hogy a teret nem lehet megütni. A csendben nem lehet káromkodni. Csak az elmét tudja megborítani a káromkodás, és a bemozduló tudatot lehet még arrébb taszajtani a dűvel. Tehát, hogyha te tényleg ennek a pillanatnak a tisztességában időzöl, és tükrözöd ezt az egészet, akkor szétkáromkodhatja az illető előtted magát, nem reagálsz rá, nem káromkodsz vissza, nem sírsz, panaszkodsz, tehát a yin típusú reakció sincs, a yang típusú reakció sincs, és amikor befejezte, akkor nézd meg, hogy milyen tudat maradt utána. Megkérdezheted utána, hogy miben segíthetek. Ez mindent visz. Az is visz mindent, hogyha tényleg látod, hogy ez ebben a pillanatban menthetetlen, hogy befejezted? És akkor még lehet, hogy káromkodik, mert akkor begyújtottad újra a motort. Azt is kivárod. Ilyenkor te nyersz, ha nem mozdulsz és nem káromkodsz, vissza már Ha pedig erőszakos, akkor hátrébb kell lépni még egy lépést, még egy lépést, elérsz az ajtóig, nem menekülsz, kilépsz, az más. Kilépsz, nem rohansz. De hogyha megkérdezed, hogy befejezted, egyszer azt fogja mondani, hogy igen és akkor mondhatod rá azt, hogy most végre meghallottalak. Nagyon sok lehetséges jó válasz van. Ez a belső szilárdságodból, tisztánlátásodból, nem azonosulásból, nem reaktív tudatból kell, hogy következzen, és ez csak tapasztalati alapon működhet, ha esetleg megtanulod azt, amit ebben az előadásban hallottál, az nem segít rajtad. Pont akkor fagysz le, és pont akkor nem tudod alkalmazni, amikor ilyen szélső helyzet van. Az belőled kell, hogy jöjjön. Én azt szeretném kérdezni, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy ha elmesélek valakinek egy történetet, és felteszek róla egy kérdést, akkor arra nincs rossz válasz. Ahány ember megkérdezek, annyiféle választ fogadni. adni. Hogy lehet az, hogy a koanokra van helyes válasz? Hát azért megkönben megkattannánk. Hát gondold el, hogyha egy évszázadokon keresztül. Malmozzuk a paradoxabbnál paradoxabb történeteket, és nem lenne helyes válasz rá, akkor minek csinálnánk az egészet? Tehát azt tud, hogy a történetek sokfélék lehetnek. Nincs olyan, hogy egy történetre ne legyen valamilyen következő reakció, vagy következő lépés, meg a magyar népmesség sem érnek ott véget, hogy és boldogan éltek, még meg nem haltak. Miért? Mert jön a következő mese. A kuanok paradox helyzetek diskurzív gondolkodással, berögződött elméleti érzelmi mintákkal, magyarul korábbi karmákkal nem tudod megoldani. A rendszer úgy van felépítve, szungszenzen mesternek legyen hála, hogy az elején még az elme is tudja egy kicsit követni az ütemet, körülbelül úgy, ahogy a váltófutásnál, négyszer százas váltónál a kognitív okosság az első futó, és utána mondjuk átadja az érzelmi intelligenciának a stafétabotot, és akkor megint egy kicsit tovább megy, aztán egy magasabb szintű értelmi intelligenciának tovább és utána jön az intuíció. A kóanok abból a szempontból fantasztikusak, hogy egész addig nem jó a válaszod, ameddig az intuíciónak legalább egy kicsi szikrája meg nem mutatkozik. Rendkívül fontos. Úgy működik, mint amikor egy tűt elrejtesz egy picike kis szénakazalban. Az elején nagyon gyorsan félre tudod kotorni, felmutatod, itt a tű, itt a megoldás, és örülsz neki. És tudod, hogy megoldottad. A következő szint egy kicsivel nagyobb szénakazal, és benne két tű. Szétkotrod, első tű, második tű, örülünk, megoldottuk, bízunk önmagunkban, hálásak vagyunk a tanítónak, és tovább tanulmányozzuk a tant. A következő szalmak az egy két nagyobb. A tűnek olyan színe van, mint a szalmának. Nem tudod szemmel kiválogatni, addig kell markolászni, amíg beléd nem szúr. Ha úgy szúr, mint a szalma, helytelen. Ha úgy szúr, mint a tű, helyes. A következő egy még nagyobb szalmakazal, három tű van benne, mindegyik szalma színű, és akkor már nagyon sokat kell válogatni, és elkezdesz lemondani arról, hogy te gondolatilag vagy érzelmileg ezt megold. Miért? Mert érzed azt, hogy az elmédet végtelen ciklusba küldi, vagy teljesen lefagyasztja, vagy szélsőséges indulatokat vált ki belőled, mert a kompraxis során, olyan, mint a szellemi röngenkép, minden karmát kijön. Minden. Minden. A reakcióink egy megoldhatatlan helyzetre elképesztőek lehetnek, és ekkor jön ki mindaz, amit te a mészerkezetben, a tudatod legmélyén, a szívedbe rejtve őrzöl és amikor már még nagyobb a szénakazal, egy egész szobányi, van benne három tű, akkor biztos lehetsz benne, hogy ezt a gondolkodással, érzelmekkel, malmozással nem fogod soha, de soha megtalálni. És akkor hozol egy mágnest. Elképesztő erős mágnes, oda teszed a szénakazal fölé, és rákapcsolsz annyi energiát, amennyit csak tudsz és elkezded rázni a szénakazat. Csak villával, szépen rázod, 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 rázod. Akkor egyszer csak a mágneses mező kirántja a három tűt, és azok odaragadnak a mágneshez, a széna marad. Nem igaz az, hogy a zen az a véletlen találat, meg hogy majd valamikor. Nem. A nem tudható, de tapasztalható önvaló közvetlen működése az intuíció. Ezt tapasztalhatod már az első meditáción, már a holnapi workshopon. Egy piciben már megvan. De hogy ez erős, tiszta és teljesen kifejlett, másoknak felajánlható képesség legyen, az rengeteg munka. És iskolánként persze van úgy, hogy a kóannak egy picit más a válasza ugyanarra a kérdésre, de itt azért elég nagy összetartás van. Nekem szerencsém van abból a szempontból, hogy Szunkszán Zemmester nagyon sok helyen tanított, nagyon sok helyről Hozott vissza olyan válaszkísérleteket, amelyeket így azért megosztott a tanítványokkal. Arra, hogy mi a bot-butha természete, Japánban és Koreában két eltérő válasz van, de a kettő közötti hidat nagyon jól lehet látni. Én kívánom azt, hogy mindenki találja meg ezt az intuíció mágnest, merjen megmaradni a nem tudható, de tapasztalható pillanat gyönyörűséges tisztaságában legyen meg az a vonzás, amivel a kérdés megtalálja a választ, és ekkor mindannyian teljesebb, tisztább, együttérzőbb és bölcsebb tudunk válni. Köszönöm a figyelmet!